Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép szombati délutánon! Indulunk, képzel el, elkészültünk, és lementünk az autóhoz, itt hagytuk a naptejet, a napkrémet, a naprajzot, és azt hiszem, hogy lemegyünk egyet a tengerpartra, sétálunk egyet, aztán majd valahol átmegyünk, nem tudom meg hova, valahol biztosan. Az idő, nem tudom, megint ugyanolyan emlékeztek, milyen volt múlt héten, esett az eső, jó idő volt, mire odaértünk a tengerparthoz, mellett az eső. Ma körülbelül majdnem ugyanilyen idő van. Látod, ilyen felhős, de talán ma nem fog esni. Na innen, a családom így lent vár az autóba, a feleségem éppen rakja be a Davis ugye az ülésbe, meg gyorsan felfutottam ezért, meg ezért ugye ez a Davis-é, ez meg a miénk. Úgyhogy megyek le, aztán indulunk. Nagyon remélem, hogy megvan minden más, és nem felejtettünk el semmit. Ha igen, akkor majd visszajövök. Na minden, menjünk. Megértünk! Te! Oda néz, hol álltam meg. Itt, szembe, látod az életmentő toronyra szembe, ott van lent a tengerpart. Úgyhogy itt, ami itt van egy járda, meg ott nem tudom mi van, megnézzük, valami kajált, én azt hiszem, itt le lehet menni, itt vannak azok a sziklás helyek azok. Ma mindjárt megmutatom nektek. Ami nem fürdeni jöttünk, csak sétálni jöttünk egyet, aztán majd megyünk valahova tovább. A hullámok azt hiszem elég nagyok, azt hiszem. A szél az, nem tudom, annyira nem fújdogál, egy nagyon picit, az életmentő toronyban senki nincsen. Ott vannak lehet, ott a zászló, innen látom. Úgyhogy, összekapjuk magunkat, aztán megyünk. Hoppá, nyuszi, nyuszi, nyuszi. Na, hol vagyunk? Látod, nem vagyunk a parton. Hozzuk a kamerát? Ja, hozzuk a kamerát. Gyere, menjünk. Mindjárt kiszáll mindenki. Babakocsit nem hoztunk. Ja, homokba belefutunk. Lemegyünk a partra. A homokba sétálunk. A Davis ugye nem akar a homokba belelépni, úgyhogy fel kellett venni. A Lucas már ott van lenn. Na, mi a helyzet? Amúgy oda néz, ott ez a sziklás hely ott bal oldalt. Ott pedig ott vannak az életmentők, látod? Ja, megyünk lefelé. Jaj, te! Amúgy látod, egész jól el lehet látni. Szép tiszta az idő. Ja, hol a Lucas? Ott van. Ja, azt mondja a Davis, hogy brother, ugye testvérem, hova mentél? Ott van. Látod? Na, mindjárt megbotlunk mi meg. Nézd, ott a szörfös zászló. Amúgy szörföznek, valahol ott bent, meg a jetskivel is ott nézik, mindjárt ráközelítek. Látod? Ott benne a jetskis. Valahol. Amúgy oda néz, látod? Fent volt a víz itt korábban, ugyanis ott a gyerekek játszanak a megmaradt vízbe. Egy páran. Az életmentő meg olyan autó kell nekünk is beleülnék, az tomokból lehetne vele rohangálni. Körbe-körbe. Lucas belement egyet a vízbe, csak megmossa a lábait. Mert annál tovább nem fog menni, ugye most ide jön a hullám, aztán... Ja, vigyázni kell a hullámmal. Úgyhogy oda elsétálunk mi valószínű a kövekig, jó? Na gyere, menjünk! Davis, látod? Ott a lába a homokba. Nem, nincsen semmi baj. Na menjél! Na mi a helyzet? Fogod a kezemet? De, látod, jön a víz. Ott jön a víz. Ja, fogd itt a kezet. Na, oda nézzél, a Davis sétál a homokba, látod? Én mondtam múltkor, hogy egy utóbb hozzá fog szokni. Mi nyuszi? Úgyhogy menjünk most kifelé innét. Lucas, milyen volt a víz? Hideg vagy meleg? Hideg. Hideg volt? Na mindegy, azért legalább lejöttünk egyet. Most felsétálunk oda, látod, onnét kinézünk. Davis még mindig sétál amúgy. Most nagyon hozzászokott ez a homokos tengerparthoz. Mi nyuszi? De legközelebb jövünk, szállj nézzük, hogy a vizet hogy fogja bírni. Amúgy bele akart menni, mi nyuszi, bele akartál menni, csak nem húztunk fürdőruhát. De én is nem gondoltuk volna, hogy a Davis bele fog menni a homokba. Mivel látod, itt van, kim vannak a parkba, esznek, isznak, főznek az emberek. Ott egy játszótér is. Mivel arra felé fel fogunk sétálni, ott az a kilátó, aztán kinézünk egyet onnét. Lucas elment megmosni a lábát, és tiszta a homokos. Megy a feleségem is. Na itt hogy jövünk fel, nyuszi? Hopp! Amit tudod, mit fogadnák el? Egy ilyen házat itt a domb oldalban, látod? Nem nagyon van kilátásod, legalább a part mellett vagy. Bár mondjuk van kilátásod, mert ha oda kijesz az erkélyre, akkor ezt látod. Látod? Ott a tengerpart. Végülis azért van kilátásod. Na jó, nyuszi, hogy tetszik a beton? Ja, jobb, mint a homok, mi? Gyorsabban lehet rajt mászni. A nyuszi, szerinted fel fogsz tudni ezen a nagy dombon oda menni? Lehet, hogy a kamerán annyira nem látni, de van itt azért egy domb.
Ja, megpróbálkozunk vele. Lucas feleségem még mindig ott van a háttérben valahol, még mindig lábot mosnak. Majd utolérnek minket szerintem. Nem? Mi szépen elkezdünk sétálni. Na nézd, lassan felérünk. Jön a feleségem, meg a Lucas is. Nyuszi, te? Nem visszafelé. Na nézd, mennyit feljöttünk már. Oda be a parkba. Mi van itt? Itt nincs semmi. Egy nagy fodarab van itt, látod? Ja, meg max egy kígyó. Vagy kettő. Hm? Mit szólsz hozzá? Gyere, menjünk, nézzük meg azt a kilátást. Ez egy fa, látod? Aj, na, nézzünk itt körbe. Na, képzeld el, mindjárt felértünk a Davis-szel is. Leértünk itt a feleségem, meg a Lucas is, a Lucas már itt van itt fönt is. Nézd, a Lucas már ott ül a lépcsőn. Oda felmegyünk, aztán ki fogunk most nézni. Na, megyünk? Ja. Na, menj, szerintem mit fogunk innen kintről, föntről látni? Erre megyünk, nem arra. Na, Davis-szel szerintem egy ilyen 20 perces séta lesz. Hoppá! Tudom, itt fogunk majd föntről látni. Fogjuk látni Surface-t, fogjuk látni ugye az egész tengerpartot, fogjuk látni Twitch-t, de mindjárt megmutatom, ha felértünk. Na, felérkeztünk, látod? Ott van szembe Surface a távolba, meg lehet látni az egész ugye partot. Kicsit próbálok rá közelíteni. Ugye elég jó idő lett itt lent, ott fönt mi nálunk, komolyan mondom, ilyen felhős idő volt. Látod, te tudod, hogy hányszor feljöttem ide filmezni? A Surface-t lefilmezni a távolból. Na várjál, megnézzük. Mi van a túloldalt? Tudod, milyen itt fent a levegő, Lucas? Friss, olyan friss. Ilyen óceános illata van. Ja, oda lefelé nem kellene leesni, te. Úgy ott fejpáran sétálnak, látod? Ketten. Átfegyünk a túloldalra, ott is kinézünk egyet. Ott lehet látni majd a távolba a Twitch headset, meg egy pár házat. Na, Davis-szel megálltunk egyet pihenni, és nem akar tovább menni, csak lépcsőzni akar. Mi, Nyuszi? Mi csinálsz, takarítasz? Úgy, szórjad le az összes falevelet onni. Szép tiszta lesz, a kezed is szép tiszta lesz. Látod, annélt jöttünk. Feleségem, Davis jönnek már vissza. Én is oda közelebb ki akartam menni, csak a Davis-szel nem akart kivenni, visszahúzott, hogy lépcsőzzünk! Úgyhogy amint a Davis befejezte a takarítást, megyünk tovább. Kisétáltuk magunkat, menjünk vissza az autó felé. Te most, hogy elmentek ezek a felhők, most meg kezd jobban melegedni. Szerencsét bekentük magunkat mindenféle fajta dologon, hogy ne égjünk le. Most elmegyünk, aztán lehet, hogy nem is tudom, mit csinál, iszunk valamit, vagy eszünk egy fagyit, mi? Vagy egy hókristályt, vagy hókását, attól függ, onnét nézitek. Ugyanis hókristály, nagy kanizsán hókristály volt, aztán máshol lehet, hogy hókása. Valószínűleg többen írtátok, hogy az nem hókristály, nem hókása. De lehet, hogy iszunk egy olyat, nem eszünk, hanem isszuk. Esszük meg isszuk. Na mire? Mondjuk mindjárt visszaérünk, mutatom. Itt, látod, itt álltunk meg a parkolóba. Mondjuk egész sokáig el lehet gyalogolni lefelé, meg felfelé is. Sokan itt bicikliznek, futkorásznak, babakocsival mennek. Közben itt vannak ilyen megállók, ahol meg lehet állni, lehet enni, inni, amit csak akarsz. Alkoholt nem látod, itt kint, ott a tábla, itt kint alkoholt a parkban, nem ihatsz. Ugyanis megbüntetnek, meg el is veszik. Mi van, kifáradtál? Nem nagyon. Nem nagyon? Nem. Na, jót gyalogoltunk, azt hiszem. Ide érkezünk, mindjárt megálltunk a lámpánál, csak mutatok neked, hogy látod, itt megálltunk a lámpánál. Ez egy ilyen régebbi hely, és ott látod, hogy van szemben ilyen régi, ilyen pie bolt, olyan, úgy néz ki a pie, nem tudom, hogy hívják magyarul. Úgy látod ott a táblán, úgy néz ki ott fönt, hoppá, nagy az ujjam. Olyasmi, na mindegy, hogy ez egy ilyen régebbi hely, látod, hogy ilyen régi volt. Lehet rajta látni, na mindegy. Amúgy mi nem oda megyünk, hanem ide megyünk. Ott lesz egy bevásárló, és ott van az a Hungry Jack's, ami Magyarországon azt mondom, hogy Burger King. És ott árulják ezt az új jégkását, jégkristályt, jég... na minden. Van dinnyés, milyen van még, Lucas, dinnyés? Én nem tudom. A fantás, kólás, meg epres? Én nem tudom. Na minden, ma megnézzük, úgyhogy ott iszunk egyet. Te is azt kérsz, vagy fagyit kérsz? Nem, fagyit kérsz. Fagyit, na minden. Akkor csak én iszok ilyen kristályos hós. Na minden, menjünk. Kristályos hós. Ja, kristályos hós. Hókristályos, hókristályos. Aztán még mindig állunk, gyorsan mutatok még valamit. Látod ott szemben mi van? Ki van írva, hogy lehet venni jeget zacskóba $3. Na várjál, közben zöld van. Látod, oda van kiírva, meg vizet is lehet ott venni. Itt, látod, itt lehet jeget venni. Itt van egy ilyen masina.
és azért vesznek az emberek itt ilyen jeget, aztán rá van közelítve a fejemre egy kicsit, mert ilyen nagy zacskóban van, hazaviszed, lerakod a jégtáskádba, vagy a jégdobozodba, és belerakod a sörödet, a kóládat, meg amit ugye akarsz, és otthon ugye nem lehet annyi jeget csinálni, és egy rettentő nagy zacskó jeget kapsz itt. Vagy leviszed a tengerpartra ugye, na már be kell fordulni. Na itt van a Hungry Jacks, látod? Ez nálatok Burger King. Legalábbis én, ha jól tudom, ez nálatok Burger King. Na minden, úgyhogy szedjük össze a munkat, aztán menjünk, ígyunk, mert ugyanis én kezdek szomjasan ittam vizet, de még mindig szomjas vagyok, és elfogyott a vízünk. Mi van, jössz vagy mi van? Ja. Na megkaptuk a jégkrémet, vagyis a fagyit, a Lucas. Én meg ilyen fantásat, látod? Ez az a fantás jégkás, a Davis-leg ott a játszik. Nem kért fagyit. Úgy döntött, hogy nem eszik fagyit, inkább elmegy játszani. Ő végzett a Davis a játékkal. Azt mondja, kicsit elfáradt. Ő is hiszik ilyen jégkásás slurpét, látod? Hogy nem olyan rossz ez a Fanta, ez a Fanta. Látod, ilyen olyan, mint a Fanta, csak mégsem. Nem tudom, nekem ízlik. A múltkor ott meglázva ittem egyet, azt mondom, az a kólás volt, annyira nem volt szerintem a legjobb, de ezt ángicsekkeset, Burger King eset, ezt jobban szeretem. Mi? A fagyi milyen? Jobb itt a fagyi, mint a McDonald's-a, vagy nem? Hát, muszáim. Ugyanolyan? Hát, nem tudom. Na mindegy, a fagyit még nem szoktam itt tenni, meg ott sem. Davis, aztán lassan igyad nekem, mert le fog fagyni az agyat. Hogyha gyorsan igyad, belemegy az agyadba, és meg fog fagyni. Jó? Nektek is meg szokott néha fagyni az agyatok, mikor olyan gyorsan megiszol ezt a hideg kórát, vagy ezt a hideg jégkását, és felmegy, vagy a fagyit, vagy jégkrémet, és így meg egy pillanat, vagy úgy elük ez? Ilyen brain freeze. Brain freeze, ja. Visszajöttünk az autóhoz, itt van a Lucas is, itt van a Davis is, éppen vezet, mutatom, látod, éppen vezet. Feleségem bement közben a boltba. Davis, hova megyünk? Ha? Hova megyünk? Megyünk a mamához, meg a papához? Vagy hazamegyünk? Hova nyúlkálsz, te? Megyünk a mama és a papa. De az mutatja, hogy mennyivel megyünk, de mi most semmivel nem megyünk. Csak úgy csinálunk, mi? Te, nyuszi. Mondj, jó ezeket a gombokat itt látod nyomogatni. Még az a szerencsé, hogy az autó nem működik, most nyugodtan nyomogathatja, nem lesz neki semmi baja. Mi? Hogy az autó? Úgyhogy brum, 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 brum. Te is? Nem? A gombok érdekesebbek. Úgyhogy, megvagyok a feleségem, hogy gyorsan befutott a boldog 2 perc, aztán megyünk, hova megyünk? Hazafelé megyünk? A mamához, a papához megyünk? Ahogy küldtetek egy pár kihívást, már néztem a kommenteket, ugye nemrég megosztottam a videót, kaptam egy körülbelül egy 60 kommentet már mostnál, olyan 60 kihívást. Néztem, vannak köztük érdekes kihívások, Lucas, vannak köztük érdekes kihívások. Tudom mondani? Tudom mondani, ezt miért nyomtad meg, ezzel nem játszik, mert bemegy a tükör, látod, ott kifordul, meg befordul. Egy párra mondtátok a 3 literes tejet, kihívást, azt gondoltam, hogy mondani fogjátok. Mondtátok, ami tetszett, a valaki azt mondta, hogy én utánozzalak téged, te meg utánozzál engem. Jó van. Menjünk le a tengerpartra, úszunk 10 kör, úszunk 10 kört, de mi körül úszunk 10 kört? Egymás körül úszunk 10 kört. Ma megcsináljuk őket, mondtam, hogy nem mindegyiket, egy párat biztos meg fogunk csinálni. Ahogy mondtam, annak ebben köztük érdekesek, meg még érdekesebbek, meg olyanok, amiket képtelenséggel megcsinálni. Legalábbis szerintem nekünk, nem minden, ma meglátjuk, úgyhogy most ahogy mondtam, megvárjuk a feleségemet, aztán indulunk lassan. Addig vezetünk valahova. Ugye, Nyuszi? Hozzáérkeztünk, ahogy látjátok. A Davis, látod? Most így cipelem. Ma így cipeltem, és nagyon tetszett neki, hogy így viszem, 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 és lát mindent. Ugye, Nyuszi? Gyupaci paprika van. Na, menjél! Amúgy így nehezebb, kicsit nehezebb így tartani. Te, felhoztam az autót. Na jó, megint porszívózunk? Te, még hogyha működne is, nekem sose kéne porszívózni a maminak akkor. Mi? Mindig te porszívóznál itthon. Ja, de vigyázz, nem a tévét porszívózzuk, már mondtam, nem a tévét, nem, még nem is azt porszívózzuk. Ja, porszívó ott lent. A szőnyeget porszívoljuk, jó? Meg ott a követ. Rendben van? Na, úgyhogy ezt a mai videót itt lassan befejezzük. Ahogy néztem, kaptam sok-sok kommentet, ugye én is a Lucas is azt a kihívásosat. Át fogok rajtuk menni, és le fogom őket írni, aztán majd választunk belőlük, hogy mit fogunk csinálni, melyiket, hogyan. Mindegyiket ugye nem hiszem, hogy meg fogjuk tudni csinálni, ahogy mondtam. Eddig egyetlen egy videót kaptam, amit még nem tudtam megnézni, mert nem volt, amit most értem azzal, de le fogom tölteni és meg fogom nézni. Ha akartok, videót még mindig tudtok küldeni,
milyen fajta videót. Az e-mail cím itt a videó alatt, vagy a tegnapi videó alatt megosztottam, tehát oda van írva, hogy ugye hova tudjátok küldeni. Egy pár napot még várok ezzel a sorsolással, valószínű, ugye még mindenki ír kihívásokat, meg küld nekünk videókat. Aztán, hogy sorsolunk, holnap mi megyünk és elkezdjük filmezni a filmet a Lukasszel, apukámmal, úgyhogy valószínűleg jövő héten visszatérünk a minden másnapos videókhoz, ugyanis holnap valószínűleg egész délőtt filmezni fogunk, lehet, hogy még valami délután is, attól függ, hogy hogy alakulnak a dolgok, tehát vlogot nem lesz időm holnap csinálni egyáltalán. Úgyhogy ezt a mai videót befejezzük, mit nyugász? Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!